Azt szeretném kérdezni, hogy a kereskedelmi területen milyen nyitott pozícióitok vannak itt a térségben? Volt, aki több munkáltatónál is érdeklődött a Nyíregyházán harmadik alkalommal megrendezett keletállásbörzén. De akadt, aki kimondott céllal érkezett a Continental Arénába. Én egy konkrét pozíció miatt jöttem, de mivel itt több cég is jelen van, ezért több lehetőséget is át tudok nézni. És ha már van ez a lehetőség, akkor élek vele. Az elmúlt 8 évben 80 ezer fővel emelkedett a megyében a foglalkoztatottak száma, mondta el Román István az állásbörze megnyitóján. A kormány megbízott kiemelte, bár még mindig elmarad az országos átlagtól a foglalkoztatottság a megyében, de az arány még tovább javulhat a jövőben. Azt gondolom, hogy ezen még lehet javítani. Ja, vannak a megyének egyrészt olyan térségei, ahol nagyobb a munkanélküliség, és van olyan is, ahol már a munkaerőhiány lépett fel. Azt gondolom, hogy ennek megfelelően a kormányhivatali foglalkoztatási feladatok is megváltoznak. Másféle szemlélettel kell viszonyulni ezekhez az ügyekhez. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a cégek és a munkavállalók azok egymásra találhassanak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat egy 2,5 milliárd forintos foglalkoztatási programmal vesz részt a munkaerőpiaci kihívások leküzdésében. Azt tapasztaljuk a program végrehajtása során, hogy mikorábban a munkanélküliség jelentett problémát, sok esetben most már a munkaerőhiány jelent problémát, különösen a foglalkoztatók, a munkáltatók részéről. Ennek a munkavállalók örülhetnek, hiszen egyfajta verseny is kezd kialakulni cégek között, hogy milyen juttatásokkal, esetleg plusz béremeléssel tudnak magukhoz csábítani dolgozókat. Viszont számunkra a kihívás, hogy azokat a rétegeket, azokat az embereket is meg tudjuk mozdítani, akik kevésbé mobilisak, kevésbé tudnak részt venni, vagy hajlandóak részt venni képzési, átképzési programokban. Ezt pedig egy új mintaprogrammal kívánja előmozdítani a kormány. Két megyében, Szabolcs és Hajdú megyében részben azért, mert itt a legégetőbb a munkaerő hiány, illetve a munkanélküliség. Érdekes módon a kettőt nem lehet összetolni. Pontosan erről szólna ez a program, hogy hogy lehet ezt a nagyszámú munkanélküliséget különböző célcsoportokkal az elsődleges munkaerőpiacra bevinni. Karakú László azt is elmondta, a tervek szerint november közepén készül egy összegző jelentés a programról, ezt követően dönt majd a kormány arról, hogy kiterjeszti-e a programot Borsod és Nógrád, vagy esetleg más megyékre.